A tudományos élet legkiemelkedőbb magyarországi elismerését a Széchenyi díjat vehette át 2022. március 15-e alkalmából a Füredi Szívkórház főigazgató főorvosa. Professzor dr. Veres Gábor 1968-ban diplomázott, és szülővárosában a Pápai Kórházban kezdett dolgozni. Tele voltam ambícióval, belgyógyászati osztályon dolgoztam, nagyon szerettem a betegellátást, de éreztem, hogy ambícióim vannak tudományos irányba is ténykedni, és már ott is jelent meg közleményem az Orvosi Heti Lapban. Később a fővárosi MÁV kórházból az Országos Kardiológiai Intézetbe került, ahol felkeltette a figyelmét egy új kardiológiai eljárás. A hiszköteg EKG és a szívelektrofiziológiai vizsgálatok voltak a ritmuszavarok tanulmányozására. És aspirantúrára javasolta az igazgató engem, és akkor az Országos Kardiológiai Intézetben folytattam ezt a elképzelésemet. Közleményeim jelentek meg, előadások jelentek meg, és nyertem egy ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémiától. Chicagóba sikerült kijutnom a Illinois University and Medical Schoolba, ahol elsajátítottam ezekkel az eljárásokkal, hogy kell ezt végezni, szívet katéterezni, elektrofiziológiai vizsgálatot végezni, szívstimulációkat végezni, és ott elsajátított eljárásokat hazahoztam Magyarországra, és éppen az Országos Kardiológiai Intézetben vezettük be két másik munkatársammal, akiket őszintén ez a téma érdekelt, dr. Borbola József és dr. Szatmári László. Az akkori aspiráns vezetőm, Gábor György professzor, azt mondta, hogy ez egy új tudományág lesz, ennek van jövője, érdemes vele foglalkozni, és hát valóban ezeknek a korai vizsgálatoknak a folytatása lett a szívritmuszavarok modern kezelése, például radiofrekvenciás ablációval, amit szintén itt Balatonfüreden is később bevezettünk. Dr. Böszörményi Ernő, a Füredi Szívkórház egykori igazgatója is felfigyelt Veres doktor kutatásaira, 1979-ben pedig a Balatonparti városba hívta osztályvezető főorvosnak. Komoly segítséget nyújtott ahhoz, hogy a szívelektrofiziológiai vizsgálatokat beindítsuk, egy modern műtőt alakítottunk ki, és megkezdtük a szívkatéterezést. Utána bevezettük a pacemaker implantációt, az pedig úgy, hogy külföldi tanulmányutakra mentem ki, és megtanultam a sebészi technikáját a pacemaker implantációnak. Annak a folytatása lett, hogy most már automata internál defibrillátorokat is implantálunk a hirtelen szívhalál kivédésére. És még egy újabb fejlesztés volt a koronária intervencióknak a bevezetése, először a koronarográfiával, a szívkoszorús ér feltöltésével, és utána pedig jött az intervenciók, ami a koronára ér tágítását jelenti, és amikor tudjuk, hogy hol a szűkület, kitágítjuk, és stenteket is ültetünk be. A Megyesürgősségi Kardiológiai Centrumává vált a Veres professzor által irányított Füredi intézmény. Az infarktusos betegek halálozási arányát pedig 20%-ról 5%-ra sikerült csökkenteni. Úgy gondolom, ez a legnagyobb eredménye a tevékenységemnek, és ezekhez a munkákhoz természetesen sok tudományos előadás itthon és külföldön. Bekerültem az Európai Kardiológiai Társaság kardiorehabilitációs munkacsoportjának a vezetőségébe. Évente 2-3-szor találkoztunk, és módszertani leveleket készítettünk, ezt guideline-oknak hívjuk, és ezeket a módszertani levelek, amik európai szaklapokban is megjelentek, a hazai gyakorlatba is elterjesztettük és megvalósítottuk. Veres professzor egyik lánya szintén PhD minősítéssel kardiológusként dolgozik Bécsben, másik lánya pedig zongoratanár. Ez a hangszer Veres professzortól sem áll messze. A két lány ezidáig összesen 5 unokával örvendeztette meg a nagyszülőket. A családi nyugalom, békesség és a szeretet, azt kell mondjam, hogy mind hozzájárult ahhoz, hogy én itt a munkámat teljes válbedobással, teljes mellszélességgel tudtam végezni nyugodt körülmények között.
Veres professzor magánemberként és orvosként is otthonra lelt Balatonfüreden. Nagyon megkedveltem ezt a várost. Én azt hiszem, hogy itt békesség nyugalomban fejlődik a város. Nagyon jó a kapcsolatunk a város vezetésével is. Mi is segítünk a városban, amivel tudunk, hát természetes mi a betegellátásban. A kardiológiát dinamikusan fejlődő tudományágnak tartja Veres professzor. A pacemaker terápiában például hatalmas fejlődés van. Említettem a defibrillátorokat, amik a hirtelen szívhalál védésére szolgálnak. Ilyeneket is ültetünk be, ilyen defibrillátorokat itt Balatonfüreden. A legújabb fejlődés, úgy látom, hogy a pacemakerek egyre kisebbek lesznek, és egyre szofisztikáltabbak, intelligensebbek, és egyre több funkciójuk van, hogy a fiziológiás körülményeket biztosítsák a beteg számára. A Füredi Szívkórháza post-covidos tünetek kutatásából és kezeléséből is kiveszi a részét. Ebben a témában külön ambulanciát hoztak létre, illetve pályázatot adtak be a Magyar Tudományos Akadémiához, aminek pozitív elbírálásáról már kaptak visszajelzést.